Mit a feladat? Nagyon szépen köszönöm a támogatásatokat. Nagyon-nagyon királyok vagytok. Micsoda? Micsoda? Közösség egyébként. Ugye üzenem, segítséget kell hívnom. A sávot nem állítottam be. Mert of course. Sáv. A sáv alap. Ez nem az. Ott volt. Ez. És akkor ez most úgy áll, hogy... Hogy állunk így. Hoppá. Vagy eljöttük már 13 órát? Mennyire? Viszont 17. Jó, az tényleg nem sok. Várja nekem... Úgy van... Hogy van egy... új profilom, akivel pont a magyar vannak aktiválva. És hangos a zene, I know. De azt hiszem, itt minden van állítva a zene kivételével. Így. Aha, átírom. Megmutatok nektek képet is. Nem, egyedül vagyok. Egyedül vagyok a szobában. Majd a macska is itt hagyott, az a helyzet. Nem sok működik egyébként ez a dolog. Nem kíváncsi vagyok. Plusz, kis segítséget kell, hogy igénybe vegyek, ha minden igaz. De ne aggódjatok, ez tetszeni fog nektek. Itt a macska. Az is utók már ennyi erő maradt bennem. Oh, wow. Őrült táncot jár a hold. Őrült táncot jár a kamion. Hold, a hold kami, a kamionnak a hold. Mármint, hogy hold. Hold a György. Őrült táncot jár. Drákos lesz belépve. Fuck my life.
Halló! Hello! Jé, meglepetés vendég, amit totál beterveztünk, és így terveztük. Először is, hagyj köszönjem meg a lehetőséget, hogy a bögre fuvarozó BT fölvett maga mellé sofőrsegédnek. Külső konzultáns. Ó, azt hittem, hogy rakodónak mentem, de jó, ez jobban hangzik. Na, ilyen hangos a zene még mindig. De az a lényeg, hogy most Tuvia is Már... fog nekem segíteni életben maradni. Szia Tuvia, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Aj, nem sok. Valami streamet néztem egész nap, ilyen ráérős napom volt. Miért hangos ez a szar? Hangosan van véve. Áááá, hogy ezért? De itt a zene ordít a fülembe. Na figyelj, ezt nézd meg. Ja, te amúgy Na? késésre fogod látni a streamet. Semmi gond. Szóval, ilyen a térkép. Ott a Tesco. Tehát, várj, de ez nem mindre lehet eljutni. Nem tudom, meddig vannak Úristen. egyébként. Igen, itt Balatonalmádi, délen Dunaföldvár, Kerekegyháza délkeleten, Cegléd keleti irányba, Lőrinci, 60-ig talán el lehet jutni, keleten, északon Vác és Szob, északnyugaton Komárom, nyugaton Mór. Hát akkor egy szob lőrinci útvonalat csak lenyomnék. keressünk. Tudjál, hogy hangosabb, mint te. Ez working Én as mindig hangos intended. vagyok. Én mindig hangos vagyok. Amúgy ezt a térképet, ami alá van téve, ezt honnan szerezték? Beszkennelték valami 1980-as iskola térképről, vagy? És suliból emlékszem ilyen térképekre, hogy fel volt ugye téve ilyen, nem tudom, A1-es méretben. Valahogy nem arányos, érdekes módon. Beszélj! Na, beszélek, szóval az A1-es méretű térképek. Oké, lehúzom a Discordot a hangkeverőn, és lesz a szarja, Tuvia hangja. Várjál, lehúzom a De én Discord. hogy tudok magamon halkítani, mert hogy én halkítok, Jó, csak most hogy azt lehet. halkítottam magadon. Jó, oké. Magadon. Gangames fansnak köszönöm a követést, nézzetek őt, hogy... Gangames volt. Nézzünk egy útvonalat, és akkor azon fogok én menni, te meg addig fun fact-ek szórakoztatod az embereket. Szóval volt egyszer egy késelés. Nem tudok semmit csinálni, csak gyors fuvart. Why is that, szerinted? Nincs? Hát mert mi ilyen gyorsak vagyunk. Ja, mert ezt be kell fejezni, vagy ez most egy fuvar? Vagy mi a... Hát mit tudom én? Mit Hát van egy csináltál célpont eddig? kijelölve, hát én oda megyek, figyelj. Akkor oda megyünk, oda megyek, szétkapom a szádat. Oké, nincsen beállítva a kormány. Se, jó, a gáz van, meg fék van. Nincs. Annyi, elég. Nincs. Opa. Semmi se nincs. Akkor ez a fuvar itt marad. Pedig azt hittem beállítottam mindent. Az a Hallottuk. baj, nem lehet klónozni a fiókokat, pedig mennyire jó lenne, hogyha lehetne. Mert most mindent előre be kéne állítanom. Mert ez most teljesen más, másik dolog, mint a sima ETS? Hát nem lehet ugyanaz az... Tehát úgy van, hogy profilokhoz vannak kötve a mentések, és nem lehet ugyanazt használni. Ma is tanultam valamit. Úristen, Ctrl-alt-típus. Nem is engedélyek itt nekem beállítani semmit. Beviteli varázsló, yes. Játékvezető, yes. milyen menő lenne ezt, mint régen minden joystickkal játszottunk, ezt is joystickkal játszani. Én emlékszem, anyukámék vettek nekünk joystickot, és nem tudom milyen roncsderbés játék volt, de azt is joystickkal játszottuk, meg a Need for Speed 2-t is. Hát persze. Hát ha már volt. Ki kell használni. Ahogy ma. Gáz továbbra sincs, kormányozni tudok most már. Gáz, 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 step on the gas, tonight, do. Mesélj valamit. Content ID is. Nagyon ügyes volt ma mindenki, úgy érzem a cseten. Megtoltak minket, mint az állat. Komment. Akkor valami másod beszéljek. Úristen. Adok enni, várja. Ez a játékban van? Mert nekem késő letett a kép, és soha nem fogom megtudni, hogy a játékban ad a macskának enni, vagy nem. Mi az, hogy kurva hangos? Biztos, hogy nem kurva hangos, csak GK ezt a kettőt ismeri
valamelyik irányba. Hát, tessék, akkor itt van, hallgassátok túlját, 12%-on, bics. Tudom, mondtál valamit a mostanában? Mondtam, csak... Igen, levettem. Nem. Levettem a kurva hangosról, hogy ne legyen kurva hangos. Mert nem kurva hangos volt, csak egyrészt GK-nak én nem hiszek, mert amikor ő mond valamit a hangra, akkor az csak ő hallja egyébként. Jó, de GK audiofil, vagy minek mondják. De ne legyen már audiofil, legyen már normális. Ezt úgy adottam, amíg kormányinfón is volt ez a... Legyen már normális. Na, most milyen? Mert amúgy most is írja azt, hogy teratlan, hogy neki jó volt. Ahelyett, hogy örülni, hogy valaki hallgat. Hát most elhallgatott a Tuvia, igen, örültem neki. Jó, hát este van bár. Túlfűtöttek a... indulatok. Most nem tudom, miért nem működik a gázfék. Gáztengely. Ott van egy olyan, hogy gáztengely. Meg kuplungtengely. Ja, kuplungon nem szokták külön, ugye? Nem. Gáztengely. Gáz, de ez gáz, működik. Gáz. De, hát ja, mert nem voltam sebességben. Na, az is jó. Szerintem az volt itt a probléma. És most akkor milyen fuvart viszünk, hogy ezt azóta se tudjuk? Réz ereszt csatornát viszünk, látom, értre. Még pont el tudtam kapni ezt az információt a menüből. Durván ki van egyébként dolgozva ez a játék. Hát nézd már, hogy ilyen tereptárgyak, meg shit van. Hát itt... meg ez emberek. Ez mind magyar márkás kamion, meg ilyesmi? Mármint, hogy ilyen utánfutók mennek Magyarországon, ez a Müller, vagy nem tudom? De akkor ezt mind kiszámlázzuk még. Na, nincs már a kakut. Hoppá! Nem jön senki balról szerintem. Hát, ezeket szívesen mondanám. Csak kicsit csúszok. De nem jön semmi balról, Balázs, nyugodtan. Yeah. Nagy gázzal. Tudod, hogy mit lehetett volna megcsinálni? Szerintem hangos a játék, csak a játék is egyébként. Már levettem a hangját ilyen rohadt halkra, és van ez a zene, ami amúgy nem szól soha, de most valamiért szól. Szerintem azért azt hiszem, hogy tutoriál van. A múltkor is ugyanez volt az ATS-ben, hogyha emlékszel. Hogy az a zene az valamiért indoklatlan ja, az hangos a zene. És... Jaj, azt akartam mondani, hogy... ma. Geogesser, Magyarország. Az lett volna a legmenőbb, hogyha valahogy úgy összehozzuk a kettőt. Mármint, hogy most azokra a helyekre megyünk el, amiket megnéztük... megnéztünk Geogesseren. Uh-huh. Hát... most tárnokon vagyunk, ez nem tudom számít-e. Nekem minden szám, mert hogy nekem nagyon számít, tárnak a szívemnek a csücske. Még be kell jutnom az irányjelzés, mert az zavar, hogy nincs. Minek? Magyarországon vagy, úgyse kell. De nem BMW-vel megyek. Hát majd rárakjuk a kis BMW logót a kamionnak az elejére. De hogy állíthatatlan, kikapcsoltam, mint a vihar. Úgy kikapcsoltam, ne viccelj már. Állíthatatlan, te vagy az állíthatatlan. Jaj. Jobb meg, pal irányáz, megvan mindent, király. Ráfrissítettem az ablakra, hogy teratlan mondta, és talán azt hiszem, hogy előbb vagyok én is. Valamivel. Lehet, hogy nem szereti a Chrome, hogyha egész nap egy tab van megnyitva, és sosincsen frissítve.
Vegyes bolt! Oda be lehet menni? Nem. És vajon, hogy most elmennénk Tárnokra a Google Maps-el, akkor az a vegyes bolt ott van, és ők abból dolgoztak, vagy ilyen random tereptárikat tettek be, hogy akkor vegyes bolt. Nem tudom, de nagyon durva. Jisk ki van rakva, hogy izé... Ne menjél oda be. 6400 forint egy faszékért? Viccelsz velem? De tudjuk teretlen, hogy F6 ad fuvar info, és megyünk Érdre, és rész a csatorna... nem. Mi van a hát, de csatornát viszünk. Én kicsit amúgy rosszul érzem magam, hogy 70-nel megyek, szerintem ez lakott terület. Igen, ez lakott terület, de 70-es tábla van. Tárnokon így átsivít mindenki. Autóalkot rész? Hát mert Tárnok az egy nagy hely. Tárnok le van szarva egyébként. Ennyi. Irány a Balcsi. Kivették vagyon a Balaton belőle. Balaton tagadók készítették ezt a modot. Itt tudok kanyarodni. Elvileg a Balaton csücskék el lehet menni. Ilyen nagy ház a bárral el lehet kanyarodni. Úgysem, mert senki sem bejönni eléd. Ez ilyen széles ez az út? Ez olyan, mint ellenem méretezve. Mármint, hogy nagyon szűknek tűnik. Hát... lehet, hogy tökre reális. Én bejövök eléd, bocs, srác. Hoppá, sorry. Safe drive, what? Magyarul beszéljél, ha Magyarországra jössz, nem vehet idő a magyarok szavait. Mióta van a gyalogosok ebben játékban? Ja, amúgy... az a modban van, tehát most egy modot játszunk elsősorban. Egy csomó minden van benne, ami az alapjátékban nincs. Például tereptárgyak. Ott vitték a miget, újjúj. De tény, hogy vannak néha az alapjátékban is ilyen helyeken, ahova nem tudsz bemenni emberek. Mint például Barcelonában? Barcelonában is van, igen. És akkor, hogyha ez is két külön mentés, akkor ezt a kamiont most itt vetted saját magadnak Magyarországra? Nem tudom, szerintem ez most egy tutorial fuvar, és azért zenélt a fülembe. Nem azért, hogy talatlan mondat. Azt hittem, hogy... Tudom, elmondtad már teratlan négyszer, hallottam. Azért, mert elkéstünk, tudom. De hányszor játszottad a tutorial részét a játéknak? Mert szerintem ez az. Mert hogy egy centit nem mentem még vele, és ezt a fuvart szerintem nem én vállaltam. És akkor ez olyan lesz, mint az Assassin's Creed játékokban, hogy most beérünk a fuvarra, jól megvernek minket, és akkor egy ilyen valami ifát kell vennünk, vagy... Valami jó platós ivet, és vihetünk sódert a tüzépekről. Ó, az Icarus busz, azt néz majd. Tök jó, mert fel tudom hívni a figyelmet, hogy mit kell majd figyelni. Nincs rajta, hogy áratszám nem érvényes. Külön helyi árat, ki van írva, aztán. Itt kell bekanyarodni jobbra? Imádom, hogy ahogy beírunk az emberek mellé, akkor tűnnek el, nem amikor már elhaladtunk mellettük. Itt a fagyizónál is ott álltak az emberek, és akkor plup-plup. De nézd meg, rendesen, mint a reptéren, irányítanak téged, hogy... Hello! Én szeretném ezt lerakni anélkül, hogy csesztetnének, érte? Már mindegy. Azt mondta, hogy ha leállítom a motort, akkor ők átveszik innen, de szerintem hazudtak. Tényleg? Hát normál esetben úgy van itt. Hova kell beállni egyáltalán? Nincs is hely. Jó helyre jöttünk. Ott, raklapok mellett, az csá. Hát nem tudom, hát sok helyen nincsen ilyen opciónak. Ó, milyen pici izé van ott. Milyen pici utánfutó. Aha, oda kell, az anyás. Na, ilyen sincs az alapjáték, nézd meg, hova kell beállni majd. Te jó Isten. Rendesen be kell dokkolni. Hát ez... ezt úgy érzem, hogy kicsit elmérted. Aha, előre. Jó, oké. Mondom főnök így. Most jó irányban a kormány, később. Vagy? Hát még a kép is megvan flippelve, amit én látok. Honnan tudjam, hogy jó irányba áll? Igen, úgy. Aha. Jó. És akkor jöhetnek ezek a hatházi, hogy milyen idézetek, ez a gyere, állj. Hoppá, hogy betette a srác. Bekakkantok. Kicsit sok lett a gázot valamikor.
Azt mondta Csapsz, hogy kicsit idegen, tájidegen a kék Ikarusz. De milyen Ikarusz van akkor vidéken? Ja, sárgák vannak vidéken. Ja, hogy állok így? Amúgy egész jól. Not too shabby. Látod? Csak húzod a szádat az ezért sima RTS2-ben is. Simán menne. Ez más kérdés, hogy 5 perc lesz beállni. Igen, tehát hogy én tudom, hogy menne, csak ez nem annyira engaging szerintem. Nekem abszolút nem stimuláló élmény. Figyelj! Hoppá! Nézzük, még trükközik, egy 3-6 alatt nyomja el közben. Fogadd el, kérlek, nem fogadj el. Shit. Fokkod, olyan keresztben. Fellököd mindjárt az izéket, a raktározó polcokat. Nem tudok semmit! Oh no. Ez ilyen hardcore mod amúgy. Most már jó lesz. Most már csak cső egyenesben kell találni, nem? Szerintem igen. Ojoj. De így csináld már meg, hogy jó. Hát fogadd már el, tesó. Úgy érzem, élő szituációban nekem kéne most kiszállnom a kamionból és irányítani, hogy gyere, gyere még, gyere egy kicsit, szedd alá jobbra, jó, most balra, vissza. De én is a te képedet látom, és ezért elképzelhetjük, hogy ezért. Most elvileg olyan cső egyenes vagyok. Sosem volt még ilyen egyenes semmi az életben. Na, ez az! Yes! Na most már indult a játék. Indult a kaland. Az, arra jól emlékszek, hogy van valahol egy dolog, ami az egyenest meghatározza, vagy az csak a súlyok vannak? Mert hogy a kilók vannak valahol elrejtve egy szízébe. Miről beszélsz? Hát nem értékegységeknek. Ez a valamikor nagyon régen ugye meghatároztak, hogy mennyi egy kiló, meg stb. És akkor ja igen, létezik ez egy az helyen. A cucc, az ugye el van téve valami... Igen. Nagyon jól raktározva, hogy ez az egy kiló, és ez mindig megmaradjon. Csak hogy van ilyen, mint a Rick and Morty-ban volt a true level? Valahol eltéve, hogy ez az igazi egyenes? Húzzol az illusztrátorban egy vonalat. Oh. És utána ahhoz állítják az összes... Na, hagyjuk. Most akkor vennem kéne egyébként egy járművet, de hogy gondolom nincs rá pénzem. Hát akkor béreljünk egy járművet. Van rossz. Menjünk el a Waberérshez. Fuvarok, gyors fuvar, csak ezek vannak. Nem mondod, hogy csak gyors fuvarok vannak. Na mit akarunk? Éldről török bárni? Nem, valami nagyobbat. Nagyot kell álmodni. Ja nem tudok nagyot csinálni, mert pici vagyok. Tessék, kis kenyók. Érd Ercsi. Ez egy nagy... Hoppá! Jó, lesz? Akkor legyen, menjünk Ercsibe. Szürke lesz a kamionunk. És a Tradeausnak viszünk, azt hittem az Osannak majd, de hát... Ott van még a... Azt a mindenit, milyen töltőképernyő van. Restakár, az mi? Ja, az a... akik csinálják a modot. Most már rajtam van vajon? Azt hiszem, igen. Hát úgy... Ja, hogy ugyanonnan megyünk azért, csak másik, amilyen töltött be. Rajtad van? Ja. Shit. Nem az a baj, hanem majd meglátod. Kicsit bekanyarodtam oda nem létező helyekre. Majd ezt a kis aranyos izét visszük, amit mondtam, hogy milyen cuki kis rövid. Úgy tehát itt látjátok, így állnak az út szélén az emberek, az sima RTS-ben nincs ilyen. Ott csak így nagyon-nagyon elszekulált helyen vannak. Lehet, hogy az RTS ugyanolyan posztapokaliptikus amúgy, mint a Cooks of Delicious világa.
ott előpoppolt valaki, ahogy mondtad. Létezésbe ugrott át. Irány. Azt mondtam, hogy nincsenek, azt mondtam, hogy nem lehet őket elütni. Most meg ott volt, látta, simán át tudta rajta volna sétálni. Azt mondta, hogy simán neki mehetnék. Menjünk neki, menjünk neki, úgy Penny, a kamion. Tesco. Mi volt 999-95 a Tesco-ba, ugyan? Nem látom, majd a következő táblán megnézem. Egy vizes zsemle felteszem. Ez két évvel ezelőtti modi, akkor még ez. Jó, akkor még... neked van elsőséged, de megyek én, persze. Az egész raklap vizes zsemlét adották volna neked 990 forintért. Vum vum. És az autók is ilyen tipik magyarok benne? Hát, Skodát már láttam. Figyelj, ha buszok azok, akkor valószínűleg azok is. Azok. Ott megy egy Dacia. Egy Logan. Na, autópálya, M7. Csapassuk, veressük. Megvetted a matricát? Hát, az éves matrica van. Vagyis adták a kamionnal. Itt hugórendszer van. Hol megyünk egyébként? Autópályán. De hova? Ercsire. Ercsi. És hol kell lefordulni? Ercsinél. Ercsi akkor a város, hogy saját autópályán lehajtott kapott. Ott ment egy helikopter. Jön, most, hogyha egy. Már látok valamit a képernyőn, akkor mindig multitűben fogom mondani, mert rájövök, hogy ott már akkor eltelt. Érd, látátok azt a férőt? Érdre megyünk? Már nem. Érdnek megyünk? Nem. Nem tudom. Ott a MIG, jó. Azt még mindig mentik. Ójjjj! Akkor... ebben nem lesz különleges hadművelet. Itt van egy volán busz. Ami meg, konkrétan megelőzött minket? Kisalföld. Mi mint egy kisalföld busz? Cukkini, 189-ben. Tudjátok, mennyi a cukkini most? 600, azt hiszem. Eltévedt, azt mondja, hogy cukkini. No salty, hát kösz. Ár. Cukkini, rédig cukkini, 1232 forint. Kilója? Kilója, nem. 1699 forint a kilója a Tesco-ban. Mennyi volt itt? 100? Hát itt 200 forint volt, ami kicsit nagyobb különbség, mint ami szerintem indok volt. Tárnoki pihenőhely, ezt én ismerem. Hát én ide járok vissza minden második nap. Na és ilyen? Aha, ugyanilyen volt. Ugyanúgy hiszen kamionok is éjszakai pillangó partikat tartanak minden este, gondolom. Fejér megye. Üdvözöljük Fejér megyében. Jó. Irány Fejelte megye, vagy valami ilyesmi. Székesfehérvár. Tárnoki pihenőhely nagyon híres pihenőhely, nagyon nagy pihenések történtek már ott. I guess. Ercsi nem éppen az M7 mentén van. Hát a játékban igen. Kell lesz. Hát, igen? Kell lesz? Kell lesz. Ezt most itt mindenki előtt akartad így bevallani, vagy... 72-ben megyünk az autópályán? Hát az... felkapcsolok 8, még egyet, akkor meg 86-tal megyünk, szóval gondoltam, ez az egyszerűbb. Jó, csak hogy a 70 az még pont, amivel lehet autópályánat utazni, ugye? Jól emlékszem? Nekem azt írja, hogy ez mind jó. Jó, nem azért, csak hogy van valami ilyen szabály, ugye, hogy melyik a legalacsonyabb sebesség, amivel még használtad az autópályát. Ja. És talán a 70-es. Onnantól kezdve akadályozó tényezőnek számít az is. Gyerünk lefelé onnan. Martonvásár. Vannak itt Martonvásáriak? Martonvásár, hello! Martonvásáriak jelentkezzenek. Hello, ott lesz a következő kitelepülésünk. Hello! Már készül rá a reklámspot. Hétfő reggel egy fantasztikus partival válunk a Martonvásári Tesco parkolójában. Gyere el, hogy megkóstolhassd a legújabb KFC-s kézi... minek mondják ezt? Kézműves burgereket? A titkos KFC-s burgert csak nálunk ismerheted meg. Támogatunk a McDonald's.
Annyira jó, hogy mindenki a zebra mellett áll. Tehát itt elvileg papíron mindenkinél fékezni kéne. Ez annyira frusztrál engem is, nem értem, hogy miért oda tették be őket folyamatosan. Egyenes. Direkt szivatják ezért az embereket. Amúgy ezek a városok basszus jobban néznek ki, mint bármilyen város a Euro Truckban. Jó, értem, hogy falvakat könnyű, sokkal könnyebb, mint városokat, mert valóságban is csak így átmész rajta két perc alatt, de mennyire király már? Amúgy igen, mert azért az ETS-ben mindegyik olyan egy kapta fára. Épület, három depó, az csá. Meg egy benzinkút is talán városonként. És ide, opá, arra ott voltak rendőrök. Meg trafikbalkhoz hoztak. Hát 70, azt mondja 70-nel lehet venni. Hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak a táblák. A városon kívül lehet venni 70-nel, de nem attól mehetsz 70-nel, hogy meglátod a táblát. De azt írta nekem a GPS-em, hogy mehetek 70-nel. Ja. Jó, hát volt már nekem is, hogy a GPS-re hallgattam, aztán néztem. Bele elmentél a tóba? Ja, igen. Nem, de... Mindegy, az volt a lényeg, hogy Pesten mentem valahova, és egy négysávos részen voltam, és akkor azt mondta az akkori GPS, hogy jó, itt vagy a négysávosnak a jobb oldalán, nekem a bal oldalára kellett volna átfordulnom, és az azt mondta úgy, hogy volt a négysávos, még egy kis út mellette, ahova nekem le kellett volna parkolnom, és azt mondta a GPS, hogy jó, akkor most egy éles, 90 fokos balos nyomjál be, azt akkor ott leszel. Ja, mondom, oké. Csak három patkán ugratok át, meg két szembesávba megyek át, semmi gond GPS, hogyne. Szia Robin, milyen érzed, tök jó, hogy itt vagy. Rácz keresztúr, és abszolút nincsen 50, most van 50. Igen, láttam, hogy elvileg jobban ki vannak dolgozva, de ennek nyomába sem ér. Amúgy, sadly. Közért, hűtött italok is vannak a közérben, főnök. Nem állunk meg egy ezért egy bambira? Itt Coca-Cola kapható? Aha. Hát nehogy máshol. Meg egy jó koalási krémre. Egy bőrkalipóra? Én csak a nagyon gagyi koalási krémre gondoltam, de... Legóztál? Na, az király, mit építettél, Robin? Látod, itt már 70 van, majd figyeld meg, miközben még csak most érek ki a városból. Faluból. Lehet, hogy Lego Star Wars szott ő is. Jaj, valamit mondani akartam Ercsikben. Na mindegy. Jaj, tudom, ezért akartam, hogy beugrunk egy bombira. Egyszer volt az, hogy egy ismerős még gyerekek voltunk. És akkor... Mondták, hogy nem megyünk be a helyi ellátóba. És hogy beugrunk egy bambira. És aztán nézett így a srác, hogy... De ki az a bandi? Jogos kérdés. Megérkeztünk közben Ercsibe. De nem megyünk be Ercsibe ténylegesen. Ennyi volt a fuvarunk? Ennyi. Ezt is el kell vinni valakinek. Nagyon tutorializáló. Ez nem, ezek itt ilyen távolságok vannak. Meg hogy ugye nem tudok még igazán hosszú fuvart vállalni, mert kis gyépés vagyok. Egy Győr Debrecent járnék meg, vagy nem tudom. Hát, de azok nincsenek benne a játékben. Vagy egy Győrt, meg egy Gyulát. Az egy már majdnem van a határ. Egy jó kis Gyula bármikor jöhet. Mi? No, ezt hagyjuk. Jó, itt már engedte, hogy ezért itt már engedte. Kell bepakolnod. De menő. Akkor ezt tényleg szépen oldod fel folyamatosan. Na, jöjjtök. Mennyibe kerül egy... Kamion? Egy kamion. Mert 5600 forinton van kamionkereskedők. Azt mondja, hogy... Észak-Pesten van egy. Online vásárlás. Azt mondja, no. Várj, 80... online vásárlás. Én 110x000. De lehet felvenni ízét, nem? Kölcsönt. Hát valószínűleg. 114. Igen, ami pont azt akartam mondani, én múltkor láttam egy számotra, és azért 82 vagy 85 ezer euró volt. Bank. Menjünk el a bankba. Jó! Bank. Irány az OTP! 100 ezeret tudna adni. Hát ez kevés. Mennyink van? 5000 dolláron van. Oh. Tehát 105 ezer azért nem adnak kamiont. Na jó, akkor még egy fuvar jöhet. Játékban 1 kilométer 7 kilométernek felel meg. Itt az Magyarország térképen? Akkor
Az olyan, mint a nem macskák kutya élete, vagy kutya évek, hogy mit kell számolni? Ha Ercsiből akarok menni, akkor mehetünk Puszta Szabolcsba, Ercsibe. Ó, oh, egy Ercsi-Ercsi fuvar, tudjunk már. Dél-Budára, Rácsalmásra, Ráckevére. Ez Érd, ez Ráckeve. Érdre is visszamehetünk, ha nagyon utáljuk magunkat. Jó, ennyi. Hát akkor menjünk Rácsalmásra. Miért pont Rácsalmás? Hát már azt az egyik jegyeztem meg. Jó, az még délebbre van. Hát jó. És kék okay. lesz a kamion. Kék lesz a kamion. De hát sárga volt a kis képen, nem? Nem. De? Lehet? Én sárgának láttam. Na jó, menjünk. Semmiképpen se késsel. Hát igyekszem. Ez nagyon gagyi kamion az előző Renault-hoz képest. Ez van. Ezt adta a cég. Jó, még mindig jobb, mint a helyzet, mint a Plató Sifa, szóval nem panaszkodom. Amúgy voltam én régen sofőrsegéd is. Forsz, te voltál minden is. És ne tudd meg, hogy mennyit szenvedtem, én csak rövid fuvarokon, ilyen 200-300 kilométeres helyközi fuvarokon mentem. És ne tudd meg, mennyit szivattak azzal, amire rájöttem, hogy hol van a kamionon, abban az aktuálison az ablak lehúzó. Nyár volt, ugye nyári munkaként volt, vagy akkor csináltam, és ugye rohadt meleg volt, tehát klíma nem volt benne, meg hát reggelente, meg hajnalba jártunk, szóval még igazából kint jó idő volt. És akkor hát én annyit tudtam, hogy ablak lehúzó, akkor az ott van rajta az ajtón. Nem volt rajta az ajtón. Aztán valami három nap után mondták meg, miután azt a kis, tudod, az első kis háromszög ablakot nyitogattam még ki rajta, hogy olyan valami levegő. Vagy amúgy annyit kellett volna csinálnod, gyerek, hogy balra nézel és a középkonzolon megnyomod a gombot. Amúgy igen, a sofőrsegéd gyakorlatilag az a rakodó munkás. Én pakoltam fel meg le. Most látom, hát ez egy Mercedes. Leosztottad, azt látod? Milyen szép kamiont leosztani. Hogy milyen gyetvás. Jó, hát a Tower Mercedes még lehet rossz. Retkes szar, azt mondtad. Hát nem azt mondtam, hogy retkes szar, de te meg azt mondtad, hogy kék lesz, és már annyira retkes, hogy sárgának néz ki. Csú-csú. Ja, nem tudom. Hát mondtam, hogy sárga. Mit viszünk amúgy most? Aztán láttam. Élő majmot. Ó, de hogy mi van hátul, mert hogy oké, hogy viszünk engem. Várjál. F6. Hát, ha megmondja. Nem mondta meg. Szilvát. Hogy a szilve a fáról, most jövök a babámtól, zsejhaj, helye húj a kukorica derce. Hey! Hoppa! Hoppa, 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 hoppa. Ó, ott ment az aratás. Próbálom úgy közben kiolvasni, hogy miket reklámoznak, de Arielt ad nekem mindenhol, ha kell, ha nem. Macska kaját, az a kell leszes tálam. Szerintem... ez ő. Ja, Fresnaf kell lesz. Úúú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 
Luke-nek, hogy egész nap lent ültek a gép előtt. Aztán, amikor kimentek az utcára, akkor érezték meg a saját szagukat, hogy valami. Na, hello, menni, ennen tetszik el, nézd meg. Az mi ez a roadblock, ez ő? Kirabolnak minket éppen, csak nem látom, vagy... az mi volt az a kikerülés? Adolnyi,
ha valaki esetleg így a saját otthonát véli felfedezni itt a játékban, akkor nyugodtan ordítson, hogy én Adonyi vagyok amúgy, és milyen menő ez, hogy itt pont itt van a presszó, ahol ott is. Hát én ezt nagyon Adony. Mennyi fakabát, vagyis ott, ahogy... Ott is trafiznak. Figyelj már, az, hogy sün, az ugye, igen, az ugye onnan származik, 2000 akármennyiből, mikor ordítatták, hogy sün. Igen, de mert az annyira durva, hogy elterjedt. Felvették a sün formációt, hogy ugye körbeálltak, hogy mindenki kifelé néz. Sün. Mert ez olyan, mint amikor az óvodában mész, és akkor találd meg a párodat. És akkor sün. Te Józsi, hol vagy? Te fogtad a kezemet a gyakorlaton. Tudom, mert az, tehát az volt a parancs gyakorlatilag, hogy kiabáltak, hogy sün. Uh-huh. De hogy ez olyan, annyira beleivódott már így a magyar, yeah, szó, magyar kifejezésem, és olyan fura, igen, belegondolni, igen, hogy ez a cucc, ezt nem hívtuk sünöknek, a rendőröknek 20 éve. Ja. Az nem a 2006-os izé volt, nem, az van későbbi dolog. Én úgy emlékszem, hogy valami későbbi dolog, de aztán nem biztos. Magyar ma full, hát a közepe van meg egyébként. Tehát kb. Magyarország, nem tudom, harmada, negyede van benne, és hát nyilván le van kicsinyítve. Pedig mekkora poén lenne, hogyha valós időben kéne. Azt mondja, hogy a sűn egy internetes mém 2009. március 15-én a budapesti Kossuth téren volt valami kis bulika, és akkor ott sünöltek. Azt mondja, hogy a dolog pikantériáját az adta, hogy amíg alakzatba álltak a rendőrök, addig a célszemély elsétált. Jó szórakozást, Robin! Nézd meg az összes exotikus állat! Szia, Robin! Odem bátor előz az a csávó. Ő tudja, hogy itt nem szoktak szembe jönni. Ennyi. De milyen jók ezek a pihenők is! Nézd meg, rendesen ott van egy ilyen kis izé... ilyen kis hely. Kulcs! Ez egy hely. De az azért jó az a pihenő, mert annak ki kellene tolatnod konkrétan. A csávó kell meg az arcunkba fékez. Igen, más kérdés. Igen, mert észrevette, hogy jön kulcs. És ez kulcskérdés volt, vagy? József Attila tér 6 a gumi nagykereskedés. Tényleg? Azt írja. Oda megyek következőnek gumit cserélni. Aldi reklám. Akkor már volt Aldi szerintem. Egy meg egy, az 3. Az igen. Hát az nyomja az Aldi rendesen. Amúgy tényleg nagyon fura, hogy ennyi járó körül van kitéve az utakra. Mert hogy nem az autóban, hanem hogy mindenhol ezért dumcsiznak az emberek. De így, hogy nem mozognak meg semmi, teljesen ilyen terepasztal érzésem van. Nekem ez élőbbnek érződik, mint az alapjáték. Nem is az, tehát ez vicces, hogy elterjedt meg minden, de hogy tudtok még ilyet mondani, hogy ennyire része lett a magyar vagy a magyar beszédnek egy hasonló mém? Hát... csak nem is mémnek mondanám, tehát ez konkrétan ez egy zsargon. Nem feltétlenül kell, hogy élő eseményből jöjjön? Egy olyanra gondolok, hogy a sűn az nálunk olyan lett, mint a fakabát. Uh-huh. Tehát egy szinonimája lett. Egy ilyen slang. Mert ugye hasonló időszakban volt a csodálatos weboldal a napiszar.com, nem tudom micsoda. És ugye onnan megkaptuk a szót a sunáznám, amit azóta már szerintem fordításokban mindenhol használnak. Wow, tényleg. Mondjatok még ilyet. Közben az a kérdés, hogy most vagyunk rátszalmásott. Uh-huh. Onnan megy Dunaújvárosba cucc, még tovább délnek. Wow. Méghozzá éges termék elvezető rendszer. Kémény? Vagy átmehetünk a Dunán, Kunszent Miklósra. Vagy... Kunszent Miklósra. Dunaújváros, az... igen, az kétszer is van. Hát akkor menjünk Kunszent Miklósra. Haladjunk oldalasan, ne menjünk délre. Délen csak a dornéjak vannak.
Az milyen jó lenne egy ETS. Ez egy Game of Thrones mod. És szekérrel mennél? Nem, teljesen out of place kamionnal ugyanúgy. Csak röltöd, mindenki szekérrel menne. Úgy itt mindenki ismeri Robin, mennyire aludni? Itt akaratlanul gonosz vagyok, de bocsánat mindenkitől. Kurva fáradt vagyok, és nem segít az sem, hogy holnap is folytatni kell. Akkor bele lehet kérdezni a fekete levesbe? Van fekete leves? Folytatjuk? Hát kérdezem, hogy holnap folytatjuk, mert ugye felvetült a kérdés, hogy... Hoppá. Átraknál. Most látom is, hogy ez. Átkerülne másik napra esetleg. Hát én szívem szerint azt csinálnám, csak ez óriási presztízsvesztés lenne, és mindenki fújolna és utálna, uh-huh. hogy én átraknám jövő vasárnapra. Uh-huh. Sok okból, de én átraknám jövő vasárnapra. Akkor engem is utálnának az emberek, mert én is ezt mondanám. De látod, GK is azt mondja, hogy ez lehetetlen, ilyet nem lehet megcsinálni az emberekkel. Gyurci is azt mondja, hogy ez nem szabad. Öri Hari meg shit. Oh no! Semmi gondolunk Kirkel, mert azt mondta, hogy vasárnapra gondolt. Lehet túlzok, nem tudom. Valószínűleg egy részét halucináltam, de például Gyurci alátámasztotta, hogy az ő része az pontos, szóval. Szerintem lehet, hogy már kezdett beütni egy kicsit az ő. Kicsit? A minden is. Amúgy én komolyan mondom, ugye az megint teljesen más, hogy akár moderátorként kicsit odafigyelni a többiekre. Hát az is munka. Meg itt lenni, de... De amikor írtam a CK2 az, hogy kimegyek kicsit sétálni, akkor éreztem meg basszus, hogy azt mondjad, hogy egész nap nem mentem körülbelül 100 lépése, jó az azért túlzás, de hogy úristen érzem a lábamat, úristen el van zsibbadva a lábam. Úristen mi ez a levegő? Igen, tudok olyan olyat ajánlani, felajánlani, hogy akkor ne, tehát hogy rakjuk el egy héttel, de cserébe mondjuk egy egész programnyit előre ugrunk. Tehát kaptok grátis egyet. És érted? A Stellaris végére érnénk? És akkor a Stellaris végére ugornánk, hát 3 órát előre ugrunk. És akkor ugyanúgy lehetne tovább hosszabbítani? És ugyanúgy lehetne tovább hosszabbítani a legesleg végéig. F1, hanyas F1, figyeld már, lesz itt jobb oldalon F1-es tábla a hídról lefelé menet. Ez szerintem 2018, amennyire emlékszek a ezekre. A plakátokra. Amúgy szerintem az egy jó kompromisszum lehet, hogy jövő hét vasárnap, és ugyanúgy ott van a lehetőség a hosszabbításra. Mi az, hogy dupla időt tartom, de az mit jelent? Nem tudom duplázni, mert a tíztől éjfélt, azt nem nagyon lehet már hova duplázni. Hát a tízszer 0000 az nulla. Ami meg lehet fizetni, meg duplázod. Várjál, hétfőről... Hát az kb. Ugyanaz, amit én mondtam, nem? Mert, amúgy beértünk tudom a városba. És valamiért eltéveztetem, hogy lejáratot lehet. Mert hogy az van, hogy most úgy van, hogy 3 órányi van megvéve, igaz? 3 óra 12 percen járunk. Ez ugyanaz, mert 3 órával hosszabbítom. Én is azt mondtam, hogy 3 órával hosszabbítanám meg. Tehát akkor 6 órányi menne le. 6 órányi biztosan meg lenne, és akkor utána meglátjuk, hogy alakul tovább. És hogyha azt bővítitek, még akkor mehet évfélig ugyanúgy. Nevezhetjük puhánysági kedvezménynek? Nevezhetjük öregkori kedvezménynek inkább. Most visszanéztem az utolsó leírásomat, és 13-17 volt, amit én beírtam. Uh-huh. Hát, hogy holnap 13-17-én lennénk, az 3 óra 17 perc. Akkor oda ezt beadni, akkor...
Plusz ez azért egy nagy Michael Scott-os win-win-win szituáció. Mert valljuk be őszintén azért rajtad is kezdi a tékelni a tolját. Ez a 48 órás streamelés lassan. Hát jó, azért nem kell túl az a 48 órás, de nyilvánvalóan kevésbé lesz szórakoztató holnap, mint amilyen egy hét múlva lenne, mert nekem is kéne egy kis pihenés. Tudod mennyit a mai nappal, tudod mennyit streameltél 48 órából? 29 órát. Tetszolatóf óra. A 48 órát. Várj, Ákosét ne számolt be azt az egy órát, amikor... Jó, de én itt vagyok, akkor én odaadom. Na, mit mondanak a négy széjörök? Órák, órák, everywhere, ennyit tudtak mondani rá. Várj, mi? Várj, mi? Mi történik? Jaj, Mi van a fucking komphoz értem ide? Ez egy komp, azt hittem, hogy nem töltött be a játék. De, és át kell menni a kompon. Damn, son, ez nagyon menő. És mennyire menő komp már? Nekem ez a mod nagyon-nagyon tetszik, én most csak ilyennel akarok játszani. Hol kell pénzt adni, hogy ezt haladjanak vele? Debrecen! Let's go, Debrecen! Szia, Évet! Jó éjszakát! Szia, Évet! Szép estét! Jaj, Csapsz kiváltott, hogy szavazni szeretne erről. A patkányok most jelenleg nullával vannak egyébként. Azt majd idén nem matekozok vele, mert a CK2-től teljesen elpusztultam. És a patkányokat már nem volt erőm pakolgatni. És ott állnak az út közepén, öcsém, a kanyarban! Hát nézd már, ott trécselnek! Írja ki egy szavazást erről, Balázs? Vagy? Aha, hogyha kéne, ez tök jó lenne, köszi. És akkor mi a szavazásnak a tárgya? Mi legyen? Megfelelő ez nektek ez az alkú? Ja, csak igen, nem legyen? Igen, nem. Nem fogom tudni elmagyarázni egy 30 karakterben ezt. Tehát az lenne, hogy akkor... 5 perc. Elég lesz 5 perc nekünk? Nekem elég. Hogy akkor vagy holnap streamelünk, és grumpy leszek, és undorító, és bunkó. És viszont akkor csapatjuk meg minden. Orszó lehet, hogy kijelölök a közepén. Vagy eltoljuk jövő vasárnapra, és jövő vasárnap 10-től folytatódik, mint hogyha mindig is így lett volna, viszont akkor a most kiváltott idők megduplázódnak. Ami azt jelenti, hogy akkor nem 3 óra lesz by default, hanem 6, és azt lehet bővíteni tovább. Egy ideje már nem lehet csalni. Nem lehet csalni maximum csatornapontokkal, annak meg sem értelme. Ja. Szia, Pocsok István, tök jó, hogy itt voltál velünk. Szia István, szép estét. Ah, mindenki most jön. De ne engedj már el! Ez olyan illúzió romboló, öcsém, hogy elenged egy fucking Toyotás. Toyota volt. Igen, egy Toyota Aurisnak hívtak, még ott talán nem Corolla volt. Mi volt az a játék, ami tévés játék volt, és it's a deal, no deal, akármi. Ja, mikor ott ültek 50-en? Talán. Figyelj, a rendőr beállt a 30-as tábla mögé. És akkor itt most neked merre kéne menni? Miért nincsen kint valaki, aki tereli a forgalmat? Mi ez a izébe járkálás? Itt van az egész falu, itt valami nagy dolog történt. Úristen. De hány tűzoltót küldtek ki ide? Mindenkit. Áll az alkú, azaz, igen. Gundel Takács Gáber vezette, és eleinte jó volt, csak aztán elkezdtek ilyen szappanoperát csinálni abból is. Arra már nem emlékszem, csak a játékra magára. Nem, az egy másik volt, az utána folytatása volt, ahol volt a szappanoper, hogy volt az öreg bácsi, és akkor őt mindenki nagyon szerette, és ő volt az atyuska az egészben, és aztán így úristen, dráma, meg minden, nagyon jó volt. Erre már nem emlékszem. És, de szerintem nem arra gondoltam, de nem tudom mi annak a neve, az... az valami
Ilyen Jakub Csek Gabriela, hogy valaki vezet, és 6 vagy 8 ember állt körben. Az ez a leggyengébb láncem, igen, vagy mi volt? Ami egy brit cucc volt. Uh-huh. Csak ott működött. Nem tudom már mi volt az alapvetése annak a játéknak, csak erre emlékszek, hogy ott álltak körbe, és akkor valamikor értékeket írkáltak föl, vagy hát nem. Hát válaszolni kellett kérdések, és így gyűjtögették a pontokat, de lehetett, vagy itt tudod, így mentek előre, hogy mennyit fognak zsebre tenni, és lehetett bankelni. Tehát, hogy mondhatta azt, hogy oké, most jönünk 5000 forintnál, de én nem biztos, hogy a következő azt tudni fogjuk, úgyhogy legyen, vagy a következő ember tudni fogja, ezért legyen bank, és ezt elrakták. De lehetett az, hogy így ment előre, nem bankeltek, és egyre jobb összeg lehetett. És minden körben, amikor lement ez, akkor fel kellett írni valakit, aki szerinted takarodjon haza, mert egy idióta. És a végén, aki maradt, az így hirtelen halálban voltak egymás ellen. És akkor aki tudta, már hogy aki először helyten választott, akkor a másik nyert. Valami ilyesmi. Aha. Régen amúgy, most jó, azért azt hozzáteszem, hogy rendes tévét a Forma 1-en kívül szerintem évek óta nem láttam, de szó szerint évek óta. De régen volt egy csomó ilyen tök jó játék. Az kemény erőzés volt amúgy. Figyelj, 80 euróból megúsztam. Én a Regen is minden most nagyon szerettem. Az nagyon, nekem az nagyon lassú volt, én azt soha nem néztem úgy. Na miattad nincsenek már jók, mert untad a Legyen is millió most. Kunszent Miklósra megérkeztem. Jó, mert hova megyünk? Kunszent Miklósra. Ja! Akkor jó, akkor ezért volt ismerős. Ah, ezek a klasszikus magyar víztornyok. Én mindig azt hittem, mert a környékünkön a tejüzemben volt egy ilyen víztorony, értelemszerűen hát azért a gyárnak kellett egy különöző, és én mindig azt hittem, hogy azért van ott a tejüzemnél, mert a tejet ott tárolják benne. Nem tudom, ez ilyen gyerek logika volt még, hogy tejüzem, akkor abban tej van. A hétvégi kölyök klub, és még nem Ördög Nórával, hanem valaki mással, és akkor még rendes kalózjátékok, meg mindenek voltak benne. Az nagyon királyság volt. Jézus, nem emlékszem a nevére, pedig autogramom is volt tőle. Valamilyen Zita volt talán? Jónás Rita. Jó, a Zitával nem voltam annyira messze. 88% szerint áll az alkú. Jó van, köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott. Akkor csináljuk ezt. Nagyon sajnálom, hogy egy gyenge szar vagyok. De... Ez most sajnos a nagy jobb, magasabb jó érdekében ezt be kell adni. De jó. Végyelek most itt. Nem, nem azért nyugtalak be, hogy végyél. Szerintem ez egy teljesen jó kompromisszum. Kiskunacháza következő, úgy döntöttem. Ezt most eldöntöttem saját kútfőben, mert tetszett. Ezért hívtál be, hogy mik legyenek a favorok, és most már lesz is eldöntött. Ezért hívtalak be? Ja, nem tudom. Hát honnan? És mit viszünk? Nem látom, mit viszünk. World of Trucks. Ja, és ne felejtjétek, hogyha viszont sikerül kioldani, addig míg odaérünk. Hát a World of Trucks az online komponense a Euro Trucknak, meg az American Trucknak. Ha sikerül kioldani a Somát és a... Hoi 4-et? És a Hoi 4-et is, mielőtt odaérünk, akkor megcserélem a kettőt, és éjszaka fogok somázni. Somáznám. No? Szia Zolcsi, milyen érzettek, hogy itt vagy? Ez most egy somáznám visszahívás volt. Visszahívás. Csepereg az eső. Hogy kell bekapcsolni a billentyűzeten? Mi? Nem, az elbetű. N. Gomba, hát életemben nem játszottam ezzel. De meg, akkor valaki olyasmi írja ki. Lupinka, nagyon szépen köszönöm, de hogy így figyelj, hallottad, hogy tehát, hogy így megvan egyéb... Az akkor 13-17. Szerintem igen. Most arra megy rá, hogy... Szerintem igen, és esti somázásban reménykedik Lupinka, és akkor 13-42-ig meg vagyunk jövő hét vasárnapra, így már, bőven a Stellarisban, és nagyon közelítve a Soma felé. És Zolcsi és Fester 100 bitje pedig azt jelenti, hogy még 50 bit, és akkor még 5 percünk van, és 13-47-nél járunk.
Tera, ezért kérdeztük a itt, ablaktörlőt. Igen, igen, úgy fogalmaztam, hogy, hogy a most, tehát a most, amikor vége lesz a streamnek, akkor fogjuk össze, akkor fogjuk meg kétszer. Tehát most igazából minden, minden duplán ér, hogyha most iratkoztok fel, ajándékoztok meg, stb. Meg csíreltek. Akkor nem csak a Stellaris, akkor most, akkor gyakorlatilag... A végén meglátjuk, mennyi marad ki, és az duplán jó, számoljuk. Okay, okay. Okay. És hogyha marad ki idő, az megint csak úgy van, hogy az extra streameket fog jelenteni valamikor down the road. Még nem tudom mikor. Mm. P? On the road again. Ja, P tényleg, köszi. A lámpát ezt nem látom. De majd Dudának, akkor megyek. És akkor egy óra van még a mai streamből. És World of Trucks, jaj, tudom, a, nem tudom, a Need for Speed World-et akartam valami felhozni, de nem tudom, hogy miért igazából. Sose játszottam le, szóval nem is tudom, hogy mit akartam. Ha valaha cím lesz, külföldön élek és honvágyam lesz, bepasszintom ezt a modot, és kész. We are done. Egy, hazaértünk. Igen, tehát nem is kell hazajönnöm, hanem csak így játszok ezzel, és már érzem is, hogy miért vettem. Mármint, hogy hoppá. Egy. Tere se jön haza februárban, majd csak letölti a modot, és akkor addigra hátra benne lesz Debrecen. Karácsonyi időszakban sokan otthon vannak, szóval lehet, hogy haladnak a velem modderek. Tetszik a zene? Én ugye most nem hallom, mert le van némítva a stream, de amúgy nagyon hozzám jött az elmúlt két nap alatt. Ez lehet, hogy már ilyen, mint a... Stockholm-szindróma? Azt akartam mondani, amikor elrapolnak, és akkor az elrablódba beleszeret, és Stockholm-szindrómás. De amúgy nagyon kellemes ez a kis trüncögés. Sokkal jobban tetszik a fülemnek, mint a rögtön bele... De hát meg valaki meg azt imádja. Azt mondja, kemény kanyarok azért ezek, Balázs. Nem szoktam ilyen kanyarokhoz a Euro Truck Simulatorban. Hát ott néha enyhén jobbra kanyarodik az út, és ennyi. Szia Ádám, kösz, hogy itt voltál. Szia Ádám. Remélem, minek megköszöntöm a cheert, meg hasonlókat. Köszi szépen, srácok. Pest megyébe közben beértünk. Jó, végre nem vidéken vagyunk. Jó. Igen. Fakvidék, Imbrésztes, Pest megye, Test megye. Mert itt is mérnek a sülök. Go back to Pest, vagy... De oda visszamérnek, mértek ráadásul, azért az nem semmi. Legalább nem a 30-as tábla mögött. Az amúgy jó szokásuk. Mármint, hogy szeretünk minden rendőrt, és soha nem szoktak ilyet csinálni. De amúgy már, hogy gondolom, ez az alapjátékból jött, tehát ez az időjárásos, hogy időjárási körülmények, meg ez, de tök jó hangulata van így most egy őszi napon, amikor éppen 30 fok volt majdnem kint, de kis eső, húzzák maguk után a kis vízfalat. Bár ettől az időjárást az FIA már megijedne. Falat, vízfalat. Apaj. Apaj? Apajra értünk be. De jó, és itt 50-es tábla? Na, itt van 50-es tábla, jaj, durva. Amiket az nem érdekel, de van. Lenni van. Az egy kéményseprős autó volt ott. Olyan. Aha, a piros olyan festés, mint a rendőr, az azt hiszem a kéményseprősöké. Most elbizonyítottam saját magamat, de azt hiszem. Ennyi volt a baj. Hát ez... Ebben nem sok volt a baj. Azt mondta sem, hogy annál a 30-as táblánál, amit két hónappal ezelőtti útfelújítás befejezése után kint hagytak. Amúgy nagyon vicces, mert nálunk is úgy volt, hogy csináltak négy sávos ugye, főutat. És át volt adva minden, de a 110-es táblákat nem tették ki. Uh-huh. Nagyon vicces volt, mert senki nem tudta, hogy mennyivel lehet akkor közlekedni. Mert ugye főút, de még nem autópálya, hát akkor most 90 elvileg ott a... A, mi a franci? A maximális sebesség? Uh-huh.
És vagy két hónapon, vagy három hónapon keresztül nem voltak hajlandóak kitenni a 100-es táblákat. Hát na, még nem készült a táblagyárban. Igaz. Közben a turbó tűz véget ért, a turbó vonattal 800 ajánlást húzott be nekünk. Angolul akartam mondani, ezt lehet, hogy nem tudom angolul. Turbo fire, turbo power. Nem, turbo time. Turbo time. Tényleg szerintem. Azt mondja, hogy jingle all the way. Most az egy, az, várjál, Rick and Morty. Megem? Nézed? Aktívan? Igen. Most igen, volt igen, egy igen. Rész, ami ott játszódott a Jingle All the Way kapcsán. Nem most, vagy 3 hete, 4 hete. Ha? Nem? Ha? Ja nem az volt, bocs, Solar Opposites rész volt. Annyira egybefolyik a kettő. És ez egy... De elkezdtem azt is nézni amúgy. Na lesz egy Jingle All the Way-es rész a 3. évad körül. Igen, azért mondom, mert most a Rick and Morty-ban ugye Die Hard-os rész volt. Ja. Mondjuk a... És... A Hattie-t még nem láttam nyilván, de az még korábban volt. És ez jó volt. De korábban, az nagyon szerettem. Második, vagy harmadik rész? Az egy nagyon jó rész volt. Én azt szeretem, mikor egyszerre van a Rick and Morty-ban ilyen popkult kifacsarás négyszer körbe megy, hogy négyszer kifacsarja magát, meg ilyen skiffy fuckery, hogy valami skiffy ideát valahogy így megdolgoznak, és ebben ugye benne volt ez, hogy ez közel volt. Benne volt az, hogy a Mortynak a tudatát így szétdobták. Uh-huh. És akkor, hogy ott a virtuális valóság, de közben az is valóság, szóval ezt nekem nem tetszett. Jó részt voltam, hogy kicsit mostanában azt érzem, hogy ilyen váltogatják részenként, hogy valami komolyabb, vicces rész, valami komolyabb, vicces rész. Uh-huh. Lehet, ezt nem figyeltem. Megérkezett és... a kis kuslatszázára, és jön a vonat! Oh my god! És én meg közben megnéztem, és tényleg turbo time. Nice. It's turbo time! Csak képzeljétek el Schwarzenegger hangjával ezt a mondatot. It's turbo time! Ez nem volt jó. De, cut back to the chapa! Nézzétek, még van... még telegraffitizett kék szerelmények is annak. Wow. Mindenre gondoltak. És vajon aki telegrafitizte, azt megkérdezték, hogy szerepelte a graffitója a játékban? Persze, írtak a hivatalos e-mail címére. graffiti@gmail.com-ra. citromia.hu. Ó, Chops fejből tudja, hogy ez egy V43-as mozdony. Biztos, hogy is egy Trainspotter. Hoppá, mint nem Liam Neeson, hogy hívják? Mint Harry Potter, volt? Csak most a Harrietta. De hogy hívták, aki nem Boba Fettet játsza? Úristen, nem tudom a karaktereknek a nevét. Ivan Obi-Wan McGregor. Játsza. Köszönöm. Abból sose láttam a második részt. Nem Ivan McGregorból. Hát a Star Warsból. Biciklis öcsém, nézd meg! Sosi... hogy csinálják hát ezeket? That's crazy man, I'm telling you, that's... A Black Magic fuckery. Nem lehet megtalálni benne? A micsodát? Tour de Hongrit. Hát még az hiányzik. Nagyon levezetnek egyébként az út szélén. Amúgy neked csak szólok, hogy jobb oldalon kéne, mert nem itt teljesen az de, a fügön. De az le volt bójázva. Le a francokat, ott közlekedtek a többiek is, amikor így mentünk. Hát de ez butaság. Nem butaság, úgy kell közlekedni. Az MI azt mondja, akkor azt kell neked is csinálni. Mert itt nincsen AI, itt MI van. Csak szólok. No man. Hova is megyünk? Rákos meg Kuskincot százára? Fogalmas sincs, hova megyünk. Jó, van akkor. Ahova a GPS visz. De most megérkezt. Ja ide, Kiskunac százára jöttünk. Csak még a távoli részére. A Kiskunhatláza Ipari Park 2-be megyünk? Jaj, a kémét visszük, nem? Az már jó régen volt, nem? Az Isten. Itt most nem is tisztelek, hogy mit visszünk. Sose tudja meg. Lehet, hogy valami nukleáris hulladékot. Furnér lapokat viszünk. Nekem a nukleáris hulladékos jobban. Az se rossz. Paksról Paks 2-re kell átvinni az anyagot, na? A mod készítők nagyon imádták ezt a zöldség, gyümölcs, meg kisbolt táblákat. Hát ez very hungry. Úristen, very hungry?
be balra, 279 forintos paradicsomnál. Ó, azt hittem, hogy annyi még az üzemanyag. Ezt meg kell nézni mennyi. Örülök, amúgy olyan jó érzés, hogy itt mindenhol vár valaki, és fogadnak. Nézd ugye? Meg, nézd meg. Ott van Putyin, azt mondja, ide álljál be. Fennek adtam, de... Tényleg fennek adtam. Álljál mögülem, srác arc. Ennek nekifutok még egyszer. Na, most érzed is, srác. Hogy akadtattál fönt az én? Fekvő rendőrön? Szerintem a... leizélők akadtak fent. Talpak. Úgy, érzéssel. Hát úgy érzem, jobban járunk, hogyha ezt azért leadjuk csak simán, nem? Igen. Már azon túl vagyok, de abszolút. Jó, és akkor még nézzünk. Jó. Kis kunac háza van most. Beállítom, hogy onnan menjünk, és megyünk tovább. Kis kun... Jó. Várjál, hol van? Itt van kis kunac háza. Én itt még az LKV-ban elmegyek egy mostószünetre. Jó. Várjál, főnök! Várjál! Be kéne menni úgy Budapestre, nem tudom mennyire lehet bemenni. Van Dunaharaszti, az nekem szimpatikus. Gólyalábok, azaz Dunaharaszti. Csak Dunaharaszti, de abból rengeteg. Ócsa. Vagy sok Dunaharaszti, de van, volt még egy másik. Sziget-Szent Miklós. Sziget-Szent Miklós? Sziget-Szent Miklós? Sziget-Szent Miklós. Ez elképesztő ez a mod. Tényleg fantasztikus. És valahogy azzal, hogy egy kisebb a scale, sokkal reálisabbnak érződik. Tehát ott igen, azt mondják, hogy ott van amúgy az ETS-ben, ott van a város, de nem érzed, hogy tényleg ott van a város. Hiába látod a távolban egy-két házat esetleg. De itt nagyon érződik. Nagyon jó. Jegyezzétek meg, hogy motorolert viszünk Sziget-Szent Miklós, hogyha tudja kérdezni. Controllert? Szóval Sziget-Szent Miklósra viszünk motorolajt. Visszük az Audi-ba? Mert azt tudjuk, hogy híresen Sziget-Szent Miklóson készülnek. Itt van, el tudok menni vajon? Ja, simán. Nem. Ó, oh, akkor nem. Akkor óvatosan a motorolajjal. Nehogy meg diehardoljanak, minket is felrobbanunk. De itt hol kell menni? Jobbra? Gondolom. Egyenesen. De nem tudok. Hát egyenesen nem lehet elmenni. Egyenesen és jobbra. Ja, de már én már jobbra résznél vagyok. De itt se lehet elmenni. Ja, lehet, hogy be kéne fordulni. Ez lehet, hogy egy laktanya itt, ahol éppen vagyunk. Elnézést, uram. Ugye nem ütöm el a bácsit. Már mindegy. Aztán a bácsit lehet átmentem. Azt mondja, hogy lehet átmentem, hát így... Elfért? Szerintem úgy itt nincsenek az megcsinálva rendesen modellel, csak textúraként van ott. Persze. A bácsi is. Én is úgy gondoltam, hogy csak mint díszelemek úgy vannak benne, nincsen mögötte rendes geometria vagy valami. Láttad, milyen szakszavakat használok? Nagyon szakszó, mint egy Renault. Ah, az egy Citroën. Citroën. Öcsém, Renault szakszó. Ez mi volt, az SMH my head. Jimmy Pasto. Jimmy Pasto. Mi volt a másik a Jimmy Pasto mellett? Pasztós tiszta. Nem, hanem a másik ilyen... Bonyolai. Mert amúgy van olyan, hogy Panyolai. Ugye az egy ilyen... Az mi? Pálinka. Azt nem tudtam. Vagyis nem tudom, van-e még. De egy időben biztos, hogy volt. Banyolai. Jaj, azt nem tudtam tegnap leírni menet közben, mert ugye hogy írok le ilyet, de nagyon imádtam, amikor GK először beírta a Bonyolait,
és Ákos felolvasta, amit GK írt, és automatikusan úgy olvastam, hogy bonyoláj. Klasszik Ákos. Budapest 37 kilométer. De nem oda megyünk, hanem valahova máshova. Sziget-Szent Miklós, azt hiszem. Amikor készen lesz kékestető is, és akkor kékestetőre kiviszünk valami sífelvonót, vagy valamit, az de menő lehet. Mert amint tudjuk sífelvonókat, ezt kamionnal viszik. Hát akkor mivel viszik? Készen viszik, ki van feszítve már a 20 kilométeres sífelvonó. Hát az is lehet, hogy éppen szélerőművet akarnak kékes tetejére telepíteni, azokat viszont a nagy lapátokat tényleg egy-egy kamion viszik. Na, elvisszük mi. Mennyi kamion van? Ilyenkor kéne egy kis kamionstopp, azt csak én verendném. És akkor jó megbüntetnek, vagy? De amúgy ez még egy létező dolog, nem? A kamionstop. Aha. Azért, hogy... Mit jelent azt, amit tudtáratlan leírt? Kozeo Suki-san. Kozeo Suki-san! Hadd a szendegya! Milyen, jaj, tudom milyen japán dolgok néztem, mert a Cyberpunk Edgerunners néztem. Én ezt elkezdtem japánul, és aztán rájöttem, hogy urára nem számít, úgyhogy átváltottam angolra. Én elkezdtem japánul, igen. Akkor váltottam, hát ott egy nyuszi! Nyuszi, rohadj meg, ne gyere már át előttem! Tényleg ott a nyúl, bekakkantok. Szóval, azt akartam mondani, hogy akkor váltottam át egyébként, mikor elkezdtek használni ilyen kifejezéseket, amik ugye csak a világban léteznek, és rájöttem, hogy igazából angol is nézhetem, mert ezen a ponton itt mindegy. Sandevistanu! Én úgy néztem japánul, elkezdtem angol felirattal, aztán rájöttem egy fél rész alatt, hogy ez már nagyon sok idegen nyelvi információ. Uh-huh. Szóval japánul néztem magyar felirattal. De én szerettem, hogy eredet nyelven nézni, de itt úgy éreztem, hogy itt nem ad hozzá semmit. De azt akartam mondani, hogy nem feltétlenül, hogy ez az eredeti nyelve, mert most attól, mert Ali még nem feltétlenül kell gondolom japánul. Ja meg ízét, tudod ki a hangja az egyik ilyen fő csókának, aki a második részben megjelenik? Igen? Gustavo Fring. Tényleg? Aha. Akkor gondolom, hogy kinek. Csak egy picit van benne a második rész végén. Igen, akinek jó, így akkor tudom. Jelentenek. Aha, tudom. Azt nem tudtam, hogy aránylag még nagy Giancarlo castot. Giancarlo Esposito. Az ő. Mert hát tudjuk, hogy személyre nem mondjuk azt, hogy az, meg hogy mi az. Mi az a Jimmy Pesto? És a többi is ilyen közepesen híres ember, vagy... Én most csak ennyire emlékszem hirtelen. Ennyire emlékszem, aha. És van olyan jó, mint Chris Pratt Super Mario-nak? Nem láttam a trailerét. Hallottad már Chris Pratt-et beszélni? Igen. Akkor látod, már hogy el tudod képzelni, hogy milyen hangja lesz Mario-nak. De azt állítottad, hogy egy New York-i akcentust magára húzott. I'm walking here! Hát nem nagyon hallani, mert körülbelül 3 mondata van az egész előzetesben, de legyen így. Csak ez olyan fura dolog, mert... A Super Mario pont olyan, már hogy a karakter maga, hogy azt még tényleg az anyukák is ismerik, mert amikor játszol-e valami, akkor azt kérdez meg, hogy Nintendozol? Vagy nem tudom. Ez átműnk a Dunán szerintem. És szerintem legalábbis, aztán biztos volt róla 62 darab kutatásuk Berkeken belül, hogy 3%-kal több ember be fog húzni, hogyha Chris Pratt fogja szinkronizálni, vagy legalábbis a neve mellé van tűzve a projektnek. De hogy nem gondoltam volna, hogy pont a Super Mario-nál kell ilyen kasztot behozni, hogy több ember menjen a moziba. Érdekes. De majd ráugrik a gumba fejed, és akkor I'm fucking here! Give me a taxi cab! Vagy get me a taxi cab, nem give me. Az már a GTA lesz. Sziget-Szent Miklós jobbra. De hát nem is arra mondja nekem. Hát mert az elkerülőn megyünk. Elkerüljük.
Igen. Mert a célodhoz a legközelebb út, az elkerülő út. Azt hittem, hogy megkocsoljuk a helyzet. Mentőautót. Ez amúgy mentő, mert... Betegszállító? Nem tudom. Mert rajta van egy ilyen izéjelvény. Vívú, vívú. Ja, lehet, hogy svájci bicskákat gyártanak. Ez a Máltai Szeretetszolgálat az utca. De attól még lehet. Vívú, Sprinter futár. Sprinter futár? Tényleg. Sprinter futáros. Tényleg, ott van a GLS is mögötte amúgy. Hát ez oké. Máltai Kareszt, azaz. Ki mondta azt, hogy nem szereti a GLS most? Valaki mit mondta talán a cseten, vagy valahol, hogy... Én azt mondom, hogy az Express van a legjobb. Tényleg? Igen, mert így nagyon jól le tudod követni a honlapon, hogy hol jár a futár, meg hogy kb. Ilyen óra pontosan, mikorra fog érkezni. Ja, igen, 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 tényleg most, hogy mondod, nekik van ilyenjük, hogy a futár ilyen majdnem, hogy csomagleadásonként frissítik, hogy hanyadik csomag vagy, meg hogy hány csomag van előtted, meg ilyesmi. Magyarul azt mondjuk, a Mátrai szeretne szolgálat. Mi a helyzet, Connor? Halásztelek. Ezt egy... De ez egy gyári csoport. Bocsánat. Szóval itt vagyunk halásztelken. Kilépek ebből a csoportból. Ezt a streamet az Express van támogatta. Ám úgy kereshetek meg Express van, reklámozok titeket, mert kurva jók vagytok. Ja, simán. Let's do this, boys. Láttad a benzinkúton? Nem, mennyi volt? 4,79 volt. Hatósági áras üzemanyagban, komolyan. De durva. Valaki ezt belépett aznap és átírta azt a textúrát. Most már csak az a kérdés. Az a kérdés, hogy az van kiírva, de hogyha bemegyünk kamionnal és cégre vásárolunk... Akkor pontos lesz-e? Akkor pontos lesz-e. De, hogy azt elárul neked, hogy euróban számolja, úgyhogy... Ah. Van egy ordító hiányérzetem van, hogy láttam a Euro Truck Simulátort és nem szól semmi country vagy rockabilly zene. Hát itt inkább magyar népzenét kéne hallgatni, nem? Ja nem! Izét! Kárpátia. Eddát! Kör közepén állunk. Nem tudom tovább a szöveget. Én meg nem fogom énekelni, mert én aztán meg nem szólalok rajta. Nem beszélsz Eddául? Mind, hogy bekanyarodtunk, mint is... Hogy parkolnak ezek az autók itt most komolyan? Kalipszó rádiót, úristen, az mikor volt Kalipszó rádió, mikor szerintem meg 92-ben? Itt megint be kell állnom oda. De jó. Megint nem hagyja? Nem adnak opciókat. Wow. Itt azt mondja, hogy ha megállok, oké, megadta, de hogy... Nem volt ott az eredetileg az a spot, ahova lehetett menni. Hmm. Úgy farmoljuk itt a pénz, gyerekek, olyan gazdag leszek én. Hol vagyunk most? Nem lehet még kamionunk? Nem tudom, most ez nekem jó így. Jó, persze, rövid Sziget, húval Szent meg. Miklós, meg nem kell törődni az alvással, tankolással, jadigadig. Igaz. Biatorbágy, Pest dél, na azt tetszik. Pest közép. Pest közép, ott van görögdinnyéket, vigyünk már. Van szilva is Pest középre. Van fémdobozok is Pest középre. Ezek tök más helyre mennek egyébként, de mindegyik Pest közép. Használt műanyag. Arra szüksége van a Pest középnek. Pest észak. Hát ez műanyag. Addig a Pest északi legmesszebb, nem? Aha. Yes. Buda észak. Budára nem viszünk. Budán. Pest észak. Menjünk Pest északra. Használt Pest műanyag. Mi az, hogy használt műanyag? Hát olyan műanyag, amit használtak már. Ja, jó, ilyen feldolgozott, és akkor ott dolgozzák fel Pest éjszakon. Jó, oké. Abból Gyári Rócz!
Take me home to the place I belong. Szigencet Miklós, Monty Mama, take me home, Gyáli Rhodes. Köszi szépen, Hasdanár. Ezt átírt, ezt megírtad, ez király volt. Hol kell itt kimenni? Erre igaz. Hát de Ramellior, még mehetünk Buda környékére, csak jó messze, jó sokat kell integetnem. Meg úgy, hogy nagyon lássuk. Egy Ivekóval megyünk. Ezt adták. Nagyon menni, úgy néz ki a műszerfalam, mint ami újra hasznosított műanyag. Lehet a végén, tudod, beállítják a kamiont is, hogy az is mehet a többi közé. Azért cserélgetjük a kamionokat? Így ebben az ipari darálókban így egybe beleküldik. Na mit szólsz az autó felhozatalhoz egyébként? Reális? Ilyen mondjuk... Nagyon jó. 10 évvel ezelőttről, 12-es a járt modellkezdése. Mennek a kis Skoda Octaviákok, meg a Dacia Dusterek, meg mindenek. Ott látod, hogy elszállt fölöttünk egy MIG? Láttam, elég sok MIG van, de ez is lehet a aktualitás része. Az jó. Itt olyan hangrombarások vannak itt. 151 jó. Akciós tej. Opa, mennyi most egy 500... Azért vettem, mi szóval? 400 azért nem tudom. Hát az egy... A 2.8-as az ugye kötelezően alacsony áru. Amúgy most embertől függetlenül annyira szeretek a streamekre járni, mert olyan széles körű a nézői kör, hogy bármit mondasz valakinek valamiről, lesz egy ilyen vélemény, ami betonba van vésve nála, és most ilyen terálnál lesz, hogy az Ivako olyan hulladék is. Lehet azért, mert 0.2 Nm-re kevesebb nyomatékot tud kiadni a játékban, és akkor az úgy már nem ideális, tudod. Nem nincsen kimikrózva. Szeged jobbra, de hát nem is. Miért hazudol? Győr balra, szintén Győr, szintén nincsen benne. Jaaa. Lehet, hogy elérták és gyáltak adtak innen, csak nem Győr. Csak Győr lett véletlen, ott benne maradt. Csak a Scania. Érd, ott vannak az eladóházak, azt ismerem. Mi? Eladóházak annak érdem? Hát nézel egy hirdetést, oda van írva Érd 2-s pont. Ezt nem láttam jönni. De ez olyan régi vicc. Nem is vicces egyébként. Fél 12-kor minden vicces. Na, erre feljöttünk erre az M0-ásra, most erre a fél méterre. Jó van akkor. Azt mondták, hogy ennek nem jó, mert ez csak 750 lóerős. Hát 750 lóerős, hát a Peugeot, amivel közlekedek, 75. Ez 10 Peugeot van benne. Hát viccelsz velem? Rakétákat kötök a Peugeot-ra, akkor nem ad egy teljesítményt. Ott ment az expresszoros autó. Na, kiférek. Nem merek oda nézni. Megfértem, chill. Express, elengedjük a TNT-t, na az azt hiszem egyszer vagy kétszer hozott cuccot, azt nem szerettem. Az EMAG, amikor direkte EMAG-ról rendez csomagot, mert ugye az EMAG-on van egy csomó más eladó is, akkor azt hiszem most már valamilyen saját futárszolgálattal hoznak ki dolgokat. De lehet, hogy csak a környékünk, nem tudom, mindegy, az a lényeg, hogy egy ilyen teljesen ismeretlen futárszolgálat hozott ki nekem cuccot az EMAG-tól valamikor. És nagyon izé a csomag, majd hogy nagyon biztató volt, hogy se felmatricáz az autó, se semmi. Kimentem átvenni a csomagot, nem tudom, ilyen nagyon pici, egy 10x10-es doboz képzelje el körülbelül. És így elhúzza a csomagtérnek az ajtaját, és így látod, hogy minden be van borítva. Hú, mondom apukával, lehet, hogy nem a legjobb elrendezést alakítottátok ki ennek az autónak, mert hogy egy 10x10-es csomagot, amíg ott megtalálta, szerintem a bácsika vagy 5 percig keresgélt, hogy ez is az a cím, de ez egy utcával arrébb van. Nem tudom, Gika, lehet, hogy szerint nem emlékszek már a nevükre, csak azt tudom, hogy a bácsit, akit hozzám küldtek, az nagyon felkészületlen volt. Meg mondom,
tényleg szó szerint be volt borítva a cuccoda. És akkor gondolom nagyon örült neki, akinek mondjuk egy laptop jött-ment egész nap mondjuk esetleg ott hátul, nagyobb kanyarokban kicsit jobbra-balra csapódva. Na ezért kellett így rohanni TNT-ke? Hogy aztán utána úgy előzzenek meg Buda alatt, Dél-Budánál? Lehet, hogy gyorsulni akart. Érezni akart a sebességet. Rátaláltál Dél-Buda városára, hát ez egy fék akkor. Mármint fékezni kell. Rami Elior, indeges? Budán vagyunk, csak azért. De csak Dél-Budán, nem Észak-Budán. Hát, de nem tudjuk, hogy Rami Elior hol lakik. Azt mondta, Észak-Budára kell menni, nem? De hát azt mondta, hogy ha Budára mennénk, akkor indeges. Ja, azt mondta, hogy Budára megyünk. Ja nem, Buda éjszakra jönnétek, bocsánat. Fake news vagyok. Négyesben fogok elindulni, figyelj. Opa, megelőzzük a Dustert mellettünk? Nagy gáz, kuplunk. Nyertünk! Nem mert velünk jönni. Rákóczi híd egyenesen. Hát mink a Rákóczi hídon. Na megvan csinálva a Rákóczi híd? Szerintem meg lesz. Ez az Egér út akkor? Nem az Egér út. Soroksári út. Itt tudom én. Ugye ez lehet az Egér út. Én sosem tudtam, hogy az Egér út azért Egér út, mert ennek hívják, hogy azért Egér út, mert mindenki arra menekül a dugó elől. Ez a hivatalos neve, de azt hiszem ezért kapta ezt a nevet. De ebben nem vagyok biztos. Emlékszem, hogy egyszer volt valami. Ez amit a Bak csomópont, amiről mindenki azt hiszi, hogy Bakról kapta a nevét, pedig Bak, mert ez egy rövidítés. Tényleg? Aha, sem tudom minek, valami Budaörs, Albert Irisa, stb. Van egy központ. Szerémi út. De nem kell ilyen szerémnek lenni. Nyugodtan megmondhatjátok, hogy melyik út ez. Szerém, érted? Vágod? Bakcsomópont. Ja igen, H a vége. Bakcsomópont. Ja, hát akkor nem központ az utolsó betű. Nem. De amúgy most mi most nem Észak-Pestre megyünk? Budaörs alkotás igen. Hegyalja. Ja, majdnem csak sikerült eltalálni. Valahogy Budáról el kell jutnunk Pestre, érted? Mi ez a random villamos itt? Vaj, a villamos, tök jó! Csá, hanyos villamos, nézzel meg! 2-3 2-3 villamos. Kicsit éles. 4-es 6-os? 4-es 6-os. De ez itt a Rákóczi nem közlekedik. Ja, de közlekedik. Jó, hülye vagyok. Jó. 4-es 6-os, az nem megy. Tudtam, hogy nem arra megy. Ott a Rákóczi! Úristen, hogy lenyomtuk a villamost? Sosem volt ennyire, sosem éltem még ennyire. Egyes villamos. De mit tudom, hogy ezt meg tudod mondani? Ez a kanyar egyezetben ilyen csak két sávos. Ez annyira király. Hát azt én is tudom, hogy egy ilyen csak két sávos. Csak akkor miért nem mondod, ha tudod, ha? Mit tudom én? Nézd, ez az egész. Nézd, ott van a új nemzeti színház, azt hiszem. A Pálna? Nem, nemzeti színház. Én csak az IBM épületet ismerem, ami itt előttünk van, de nyugodtan menj át a másik sávba, hogy ne? A villamos az nem közlekedik itt. Hát ne hagytuk. Mondjuk abban igazad van. Nézd, az már a debreceni nagy stadion, vagy micsoda. Ezen vannak fékek ezek a járműben. Az kemény volt. Szóval ott van a Nemzeti Színház. Az új nemzeti. És hol van innen a pláza? Nem tudom milyen pláza van itt. Ebben a kereszteződésben kéne lenni egy izének, nem? Vagy ez egy gyalarrébb van? Micsoda? Pláza? Ez egy gyalarrébb a következő... Mi? Ott a nagy kék épület van ott, akkor az a pláza, gondolom. Milyen pláza? Mit tudom én, Jimmy pláza? Mi baj is ott volt? Hey! Mi? Mi az, hogy elmegy mellettem a villamos? Ne beszólok a villamos vezetőnek. Nem mersz neki menni. Várjál, nézzek, ott ülnek. Ott ül valaki, Rami Elior az. Lurdi ház, köszönöm. Szia, Rami Elior! Kinek lehet még integeti Pesten? Szia, Gyurci! Gyurcinak. Oké. Okay. Hát a legtöbb embernek lehet integetni. Szia, én! Na, legyorsuljuk simán. És akkor most rajta vagyunk a...
ott hagyunk a szarba. Bánti körúton? Ez a... Hungária körútra mikor érünk? Hát elmegyünk itt, ahogy mondják a Fradi stadion, tovább egyenesen. Az még két kilométer. Ez és a Hungária körút? Jó tudtam. Ez a az. Körút. Aha. Hát akkor mi az, ami ezzel párhuzamosan lesz majd a nagyon nagy kereszteződés, és arra kanyarodsz az aréna felé? Ja, jó, buta vagyok, igen, Hungária erre, és akkor az meg ez a Kerepesi. Nem, Kerepesi, meg mi a másik, ami... Ott a Grupama aréna, azt nézd. Ott van. Nézd meg. Hogy? Meg az, tényleg ott van. Meg az ott egy... Ott van a madár előtte? Azt nem láttam, de ott volt egy ilyen irodaépület, amit így tudja, hogy láttam már szintén. Az nem, tudom, nem. Új Telekom iroda, nem, vagy ami ismi? Ja, nem, az Új Telekom és a kórház még a Grupama mögött. Kórház? Grupama kórház? Itt építik itt az ötös metrót, vagy nem tudom. Ez meg itt a... valami bulika helyezés itt, nem? Ami jobbra van tűnik ez a parkban. Telekom iroda. Ja. Te vagy a nagy Telekom iroda, vagy mit kell mondani? Te vagy a milyen főzelék, mit mondod? Nem tudom. Fups! Megtoltuk a munkás járatot? Látod, ezért halad néha lassan az építkezés mindenhol. Mi ez? Renault Master-en nyomják? És nem dupla kabinos, milyen munkásjárat ez, he? Te nem vagy főzelék. Ez szerintem még volt valami jelzőben, hogy lapos főzelék vagy valami. De... itt egy mekinek kéne lennie, azt hiszem, nem? Amiben keresztül is már... 0/10 játszhatatlan. Na és mindjárt odaérünk egyébként, Észak-Pestre. És ez szerinted direkt van így feltúrva, hogy tiltakozzanak Karácsony Gergely főpolgármesterség ellen? Alkalmatlan. Mi van még itt? Itt van a lakótelep. MTK stadion, tele van itt, és itt van, nézd meg, ott van. Kicsoda, a lakótelep? Értem, hogy ott van a lakótelep. Nem, most a MTK stadion, amit te mondtál. MTK stadion, take me home to the MTK liba, I belong. Mert hogy az MTK-nak van mi liba, vizélje, nem? A kapala állatkája. Nem tudom, nem nézek. Table teniszt. Miskolc! Itt van Miskolc! Kijövök külső kamerába, és az első dolog, amit látok, Miskolc. Gedeon a liba. Szavazásokon hatalmas fölényen győzött a liba, úgy éreztük, hogy a legmértőbb bemutatkozás lehet, és blablabla. Jó, oké, Gedeon a liba, az a lényeg. Az MTK-nak a kis állatkája. Készenét rendőrség jobbra. Rendőr laktanya. Őket mindig akkor letoltgatjával találod, hogyha ez? Készenlétisek. Amúgy fun fact a készenléti rendőrségről. Ugye én a... BG-re jártam PSK-ra, és ugye a Zuglóban van az épülete, meg ugye ott is voltam, kol is. Zuglóban alkohol és csendtilalom van 10 után. Két hely van nyitva, egész Zuglóban. Az egyik az Őrsvezérteren egy késdobáló, a másik hely, ami nyitva van, a Hableány vagy micsoda, a készenléti rendőrséggel szemben. Ahogy azt akarom, hogy ez ilyen nagyon érdekes körút, hogy a zöld hullámot hírből sem ismeri. Minden egyes lámpán nem meg kellett tenni. Alkalmatlan! Alkalmatlan! Na most már ide érünk egyébként. Transzinet. Hát kinek mi? Te azt mondtad, hogy a Hableányban már ő is járt. A kapuk is nagyon menők, ezek ilyen klasszik magyar kapuk. Ja, a kis táblával rajta rohadva. Ezen a részén a körülnek nincsen zöld hullám. Oh no, too real. Tudom, kéne menni. Úgyis feladom, csak hagyd lássam. Aha, oda be kéne tolatni, ok.
ezt én meg fogom tenni. Na még egy belefér szerintem. Simán. Menjünk még éjszakabbra. Még éjszakabbra? Szobra? Vagy hova? Pest észak. Valakinek készen lesz a faszobra. Vagy vigyük el a faszobrát. Gyömrő. Szentendre. Én Lőrinci felé mennék, de... Andi, te vagy az? Pirisvörösvár. Ne vigyünk vizet izébe. Solymára. Szívemre csak egy szót vár. Szentendre. Miért kínzol, Solymár? A tiéd már nem vagyok. Jó, vihetünk. Nem, ez nincs benne, ez egy vicc volt. Ez egy aktuál politikai vicc volt. Már mi van Solymáron? Víz nincs. Emlékszel? Volt Lőrinci? Már hogy Westerbait, hogy Lőrinci, de hogy volt Lőrinciről fogal? Nem. Nem láttam. Miért akarsz menni Lőrincibe? Mert Andinak hívnak. Nincsen Lőrinci fuvar. Jó, oké, rendben. Azt hittem, hogy van, de mert miért? Azt hittem, Lőrinci. Jó, Pirisvörösvárra visszünk fékfolyadékot, vagy padlóburkolatot. Lőrinci a legészakibb pont most a játékban, nem? Azért akartam csak arra menni. Igen. Hát szerint, az úgy mondtad, amikor elkezdtük ezt az egész ramozodit. Ja, lehet. Pirisvörösvárra vigyünk padlóburkolatot, vagy fékfolyadékot? Fékfolyadékot. Vagy Csepel. Az gyúlék, a fékfolyadék gyúlékony, az jobb. És Csepel gyúlékony? Hát attól, ha felgyújtod, akkor igen. Jó. Akkor nem tudtam, hogy mire ez. Ipari kormot vihettünk volna Pest északról Pest középre. Ekkora kaland lett volna. Még az unokáimnak is elmesség, hogyan vittük el Pest északról Pest középre. De akkor oda lehet, hogy szutnokot kellett volna magaddal vinni kocsi segédnek. Na merre? Merre kell kiállni kocsi segéd úr? Egyenesen. Ez szerintem utkor se jött be. Hát azért jó, mert amúgy is késve látom a képet, és kitakarod amúgy is a térképet, szóval. Ó, nézd csak, itt van ilyen erőső tükör is. Ez nem szar. Szóval a bácsit szóval ha valaki visszanézi a vodot, akkor rohadtul látni fogja, hogy a bácsit úgy átmentünk, mint az állat. De miért ott van a kapu előtted, miért kanyarod? Észrevettem. mit szólunk a Renault kamionhoz, az már jó, vagy még az is izé? Ott van egy Scania. Azt tudom, hogy mondta, hogy a Scania az az Isten. Utolsó fuvar, srácok, és akkor megegyezéssel veletek, holnap nem lesz stream, mert egy gyenge szar vagyok, úgyhogy lesz stream, legközelebb akkor viszont hétfőn találkozunk. Meg majd ki fogom rakni a szokásos helyekre, hogy mi lesz a jövő heti program, nagyjából az, hogy hétfőn OV Viktorékkal, kedden akkor mondjuk vagy EU4, tehát az biztos, hogy EU4 lesz Brewmaster, tehát fogunk sert főzni, még van valami, amit játszani kéne. Ja, még valami lesz. OV3. Ja. Dark Tide Beta. Az már nem tart akkor. Te nem csak holnap még kell. De 16-ig van. Ja. Amúgy azt tudjuk, hogy 16 estig van-e? Játszhatunk reggel is felőlem, csak legyen egy időszak, mikor nem kell gép előtt lennem. Ezt majd utána nézek lefekvés előtt, I guess. Szóval, jövő héten lesznek streamek mindenképp, lesz egy EU4, OV, stb. Ezeket majd kirakom, és akkor jövő vasárnap pedig befejezzük, amit elkezdtünk. Tehát ami most vasárnap lenne, holnap, az jövő vasárnap lesz. De így amúgy aktuálisan így nagyobb az esély, hogy ténylegesen végigmegy és kaptok Hoi 4-et. Szóval szívesen. Úristen. Azért az nem semmi, hogy Hoi 4-et is kaphatnak akár. Hát akár.
És akkor... Ja. That's it. That's all, folks. Remélem, jól éreztétek magatokat. És ebben a két napban... És nem... Nem vagytok szomorúak, hogy elmúlt, hanem örültetek, hogy megtörtént, és hogy még folytatódik. Én nagyon jól éreztem magamat. Képzeld el, Balázs. Azt olvasd már, amit felírtam neked. Mondtam, hogy ja, improvizálj. Jó, oké, akkor már nyitom is itt a PDF-et. Várjál. Ja, nem, kinyomtattam, várjál. Behallani a papír? Egy kicsit. Szóval, Balázsnak a statementje. Követeljük Erdély vissza... Ja nem, ez a másik. Ez már a hajné így lesz. Hú, nincs csak cafos villamos. Ezt most tudom, hol vagyunk egyébként. Most vagyunk a, ez most mondjuk a Robert Károly körúton. Ez a 4-es hatos, nem? Nem. Ez tényleg a 4-es hatos. Az istenit. Nem, most éjszakon vagyunk szerintem. És megyünk rá az Árpád hídra. Mi a helyzet az Árpádokkal? Most megtudjuk. Szerintem puposak. De szerintem itt kell lemenni kint az M4-re. M4? Valaki közlekedik az M4-esen? Ja, itt volt az M4-es lejáró. M3, bocs, M3 lejáró. Az volt, mondom, az M3 lenne. Nem is értettem, nem akartam megszólni. Igen, de az M3 nincs benne a játékban, de szerintem ez itt az a rész. Hát akkor hogy mész a Lőrincére, vazz? Ha nincsen benne az M3. Ez itt a Bögre csatorna, és nagyon jól éreztük magunkat. Lupinka, nagyon szépen akkor... köszönöm, hogy kiosztottál újabb 5 feliratkozást, nagyon király vagy. Várjál, nézzük meg akkor, hogy ez egy holgató. 13.47 plusz 25. Most megyünk fel az Árpád hídra. Szerintem az Árpád híd. Na! Akkor az azt jelenti, hogy 14 óra 12-ig meg vagyunk már eleve. Mindenféle kedvezmény és csúszási, minek mondják ezt, amikor az építkezésen elmaradt. Ködbér, igen, mindenféle ködbérezés nélkül, nyersen is 14 óra 12-ig lennék, ami azt jelenti, hogy majdnem a Stellaris felé járunk már. Yes! És akkor még rávágjuk a napi ködbért. Azt majd csak gázlámpázáltok Balázs minden egyes streamen, hogy nem is addig mondtad, hanem már 18 óra 12-nél voltuk. De közel volt az az autó. Nem is látszik a felső tükör, nem tudom, mit akarsz. Hát tényleg nem látni még. Mondjuk azt fogom majd megnézni, hogy mit ír ez a visszaszámláló, amikor vége. Tehát, hogy 10 perc múlva, valószínűleg azt fogja írni, hogy hát, 4.13. 4.13-at ír, igen. Sose lehet tudni. Még addig van 10 perc. Ó, egy jó kis percet ennél van. Azt tudom, hogy a pacalt nem szereted, de az ilyen... Hurkát szeretem. Azt akartam mondani, hogy disznóvágásos kajákat, a többit a szereted, ez ilyen... Hát, na, igazából csak a hurkát. És a sima kolbászt. Azt is. Akkor, de azért, hogy csak a sima füstött kolbász, és nem a sült, meg nem a ezért. Évféli, Close Beta, évféli lesz 16-án, tehát 16-án 23.59-ig. Valószínűleg. Régi 3-as, Florián tér, itt jó a lángos, itt mennek a csajok az utcán. Hoppá, ketchupos lángos? Jó, nincs itt leáron. Figyelj, Festetűrjöz Budapest. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Jó, 23.59-ig jó fogunk, akkor még lehet mindent. Egyszer ide mentünk valahol autót venni. Itt fel kellett volna kanyarodnunk balra, ennél a nagy kereszteződésnél. Fel ott a idiót a hegyen, és akkor onnan vettünk autót valamikor. Ez egy fun fact volt. Igen, mindenkinek nagyon fontos volt most ez az információ. De figyelj, legalább ott nem kísértem meg senkit. Legalábbis akkor nem. Nagyon meticulous ez a mod. Nagyon meticulous. Amúgy durva nagyon. És tényleg kíváncsi lennék arra, hogy mi alapján
dolgoznak a készítők. Ténylegesen akkor fogták, leültek a Google Maps-el, és akkor azt mondták, hogy ma a vég haladunk 10 méteren. Így néz ki, ezek az épületek vannak. Nagyjából ide tegyél egy büfét, oda tegyél egy autószalont. Vagy itt, itt van benne gondolat, tehát itt tényleg össze kellett írni, hogy mik azok, amik így, olyan épületek, amik így meghatározóak a látkép szempontjából. Nagyon szuperül dolgoznak a srácok és a lányok ezen a módon. Keep up the good work. És főleg az a durva, hogy ugye, és mi mindig csak egy modról beszélünk. Durva. És azt hiszem ezt American Truckhez is lehet használni, meg Eurotruckhez is, mert ugyanaz a játék kettő igazából. Ja, aha, hogyha American Truckhez van, még akkor is tudod használni. Oh, az igen átmenti az oda, hogy vacsúti átkerül. Biciklus interjú szerint Google Earth és Street. Akkor meg úgy tényleg ez ki van adva, hogy 100 métert haladunk ezen a héten, és akkor szépen lassan összeépítik. Nagyon durva munka lehet azért benne. Nagyon durva munka. Még én is felismertem, érted, az Árpád hídon elvezető rész, pedig múltkor voltunk ott kocsival nyáron, és így ennyi. De annyira jól megfogják. Igen, meg így azért, hogy mondjuk most átmentünk Pesten, és nem a kis falukon keresztül. Azért meg is értem, hogy például készen van Pest és környéke, és Debrecen vagy Észében még ki sem mertek adni. Uh-huh. Mert hogyha most ugyanezt meg akarják csinálni, hogy Debrecennel, Pécssel, Veszprémmel, vagy valamivel. Székesfehérvel benne van. Azt meg kéne nézni, hogy valamikor. Azért gondolom nem egy hónap vagy két hónap alatt van készen egy ilyen nagyobb város. Az a poén egyébként, hogy így, hogy látom, hogy Pest milyen, így simán elhiszem, hogy a kis falvak, amik amúgy nem kell, hogy ugyanolyanok legyenek, de elhiszem, hogy ezek is nagyon hasonlóak, és érződik is az, hogy nem mindegyik ugyanolyan. Igen. Mert jó, persze a gumis felirat az ugyanaz mindenhol, meg a, mit tudom én, Marika néni vitrója, a 3-4 darab cserélődik, de azért akkor több mint valószínű, hogy a layoutja a falunak nagyjából, amin átmész, az ez. Majd egyszer, hogyha mondjuk a 10. bögre születésnap lesz, akkor majd csinálunk IRL streamet, és akkor végigmegyünk ezen az útvonalon. Csak autóval. Remek. Kicsit tovább tart. Hát figyelj, a 7 meg 12 órákban benne, vagy hát a 12-17 órában simán benne van. Debrecen-Pest az 3 óra, ugye? Vagy 4? Debrecen-Pest 2,5, nagyon max. Akkor 3 óra. Akkor csak nem tudtam, hogy ez. Hogy melyikre emlékszem. Szóval akkor már ott 3 órát letudtunk, akkor a többi meg ezében meg az megint 3. Meg 4 órát állunk majd a dugó Pesten, de az egy másik kérdés. Torok. És gondolod el, mennyire idegesíteti őket, amikor végeznek egy útszakasszal, és akkor kijön rá, hogy jó, hát akkor ezt az útszakaszt felújítjuk, és akkor ide teszünk egy körforgalmat, meg amoda teszünk egy körforgalmat, ez itt 5 sávos lesz. Szerintem nem tudom. Elhagytam a lefordulót. Jó, de vonatban gondolkozni. Mi vagy te, valami szegény? Hát na ez az. Tessék szépen autóval gázosítani a levegőt. Egyedül utalsz. Nehogy már másnak is jó legyen. Fej! Most hova a fiharba visszalengedt a rohadás? De jó lehet itt lakni ebben a házban. Ott a semmi közepén egy kamion beálló van? Kamion. Nagyon. Ah, nincs csak ide. Ez tök jó. Nézem, várom. Nem tudom, mit kellett látni. Hát, hogy... Ide, ja, ez a beállóhely? Ja, hát igen, ez aránylag könnyebb, mint oda beállni. Be neki tudok ennek menni a kapunak? Aha. Ja, be neki tudok. Wow.
Ez volt a nap felfedezése. Neki tud menni a kapu. Azt hittem, hogy addig azért nem mentem neki soha, mert hogy igazából nincs is ugye ott geometria, hogy az főnök voltam. Te csak ilyen ügyes vagy. Kekszes rác. Hey, én az emberekre gondoltam, hogy nincsen geometria mögöttük, csak a textúrák. Ha. És egy szintet is léptem, azt nézd. És tudnánk kis kamiont venni? Ja nem lőttem a szintet. 30 ezeren van, felveszek egy 100 ezeres kölcsöt, és tudok kamiont venni. Vagy tudnék, de ez majd a következőre fog maradni. Jó. Köszönöm, Tuvia, hogy segítettél kitartani. Mindenképpen sokkal jobb volt így a munka. Ma is kisegíthettem a streamet. Yep. És akkor... Most húzzak el? Ja, ha eltakarodnál, az olyan nagyszerű lenne. Oké, okay, rendi. Akkor sziasztok! Hello! Srácok! Ez volt a Bögre Szuli nap part 1. Ez olyan, mint a Harry Potter 8. része, ami annyira fantasztikus, hogy két részre kellett venni. Mi is két részre vesszük ezt a Bögre Szuli napozást. Ez volt az első kétharmada, és a igazán izgalmas második kétharmada pedig jövő vasárnap fog megtörténni. Ez nem az, amiben megegyeztünk, de ez az, ami történni fog. És egy kompromisszumos megoldásként prezentáltam nektek. Ti azt mondtátok, fuck you, you piece of shit, de nem tudunk mit tenni, mert erőnk nem maradt már, hogy ellenkezzünk a rohadtságaidnak. Te abszolút vanker. Úgyhogy, ugye ez úgy néz ki, hogy holnap nem lesz stream, de ezennel lezárom az ajándékozást. Mostantól nem számítódik bele, semmi a semmibe. Hogy vagyunk? Úgy vagyunk, hogy kimaradt 4 perc 14 másodperc, ami 8 perc, vagy 4 óra 14 perc, ami 8 óra. Tehát 10-től 18 óráig vagyunk meg, ami azt jelenti, hogy jövő vasárnap Project Zomboiddal kezdünk este reggel 10-kor, Sarah's Toxolist 1-től, 4-től Soma, és a többit pedig meglátjuk. Az izét lezárom. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik részt vett, bármilyen mértékben vagy formában. Külön kiemelendő a nagyszerű modokat, akik emberfeletti türelemmel és odaadással követték a streamet ebben a két napban. Úgyhogy ne sírjatok, hogy vége, nevessetek, hogy megtörtént, also, hogy folytatódik jövő héten. Ez a mai 14 órás és 11 perces szesz volt. Sziasztok! Hétfőn találkozunk Viktornál, vagyis Viktorral, meg Viktornál az OV2-ben, nagyon jó lesz, mert összeveszünk Moirán és Wrecking Ballon.